Ismételten nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Uh, nagyon örülünk azoknak, akik velünk maradtak, és hát uh, egy nagy utat jártunk be itt az elmúlt egy órában, és hát uh, mondhatjuk azt, hogy uh, meglehetősen uh, uh, sok felé jártunk, és hát elsősorban egyébként. Uh, mondjuk az, hogy magasabb abstrakció szinten elméletek és hasonló stratégiai kérdéseknél. Viszont a második egy órában szeretnénk, hogyha, vagy legalábbis kezdésként mindenképpen picit a számokról beszéljünk, hiszen ugye ez az, amiről eddig nem igazán beszéltünk, hogy azért, és akkor nektek rögtön az első kérdést, hogy a Fidesz-KDNP nyerte meg a választást, vagy pedig az ellenzék veszítette el Jó estét kívánok mindenkinek! Kiváló a kérdés, köszönjük szépen! Majd a szakirodalom is feldolgozza, hogy mi a helyes válasz. Szerintem talán nem vagyunk túl bátrak, ha azt mondjuk, hogy is is. Mert a tény ténykérdés, hogy a Fidesz az jobban szerepelt, mint 2018-ban. Tehát a Fidesz megnyerte ezt a választást, növelni tudta a táborát. Azért, aki a Fidesznek drukkoltanak, ilyen jó leső érzés néha elmondani azt, hogy 3 millió 50 ezer ember a Fideszre szavazott, és hogyha a külhoni magyaroktól eltekintünk, akkor is 2 millió 809 ezer fő a Fidesz listára szavazott. Soha egyik számot politikai párt Magyarországon nem ért el. Hogy mondjak érdekességet, amikor a 90-es években utoljára baloldali kétharmad volt, ugye ez egy ilyen technikai kétharmad volt, a SDS utólag döntött el, hogy valójában a baloldal fele húz a szíve. Az MSP a szavazatok 33%-ával szerezte meg akkor az 54%-át a mandátumoknak, azaz kevesebb, mint 2 millió szavazatot kapott. Azok a magasságok, amikről most beszélünk, hogy 2,8 millió ember elment, és a fidesz KDMP listájára leszavazott, azok egyedülállóak olyannyira, hogy a Fidesz még saját magát is megverte a szó szimbolikus értelmébe. 2010-ben 2,7 millió szavazó adott kétharmados felhatalmazást a Fidesznek. Most csak a hazai szavazótábor 100 ezerrel nagyobb szám volt. Tehát a Fidesz megnyerte ezt a választást. Azt hiszem, még nagyobb egyetértés lesz abban, hogy az ellenzék viszont súlyosan elveszítette. Abban az értelemben, hogy még a két milliót sem sikerült elérniük. Márpedig, ha összeadjuk a 18-as szavazótábort, akkor ugye itt különféle számok forogtak a, a nyilvánosságban, hogy 650 ezer és 850 ezer között, hogy mennyi Hiányzott a, a matekból, a kétszer-kettő-egyelő-négyből, mert ők azt remélték, hogy a kétszer-kettő az öt, de a kétszer-kettő-egyelő-négy se jött ki a matekból, hiszen nem adódtak össze a szavazótáborok. És azt lehet mondani, hogy nagyjából a helyes szám az valahol a 720-730 ezernél van, amit elvesztettek a, a, az összeadódás helyett. Tehát az ellenzék pedig súlyosan elvesztette ezt a választást. Én is valahol azt gondolom, hogy a kettő között van a, a megoldás, mert ugye azért egyfelől azt láthatjuk, hogy az ellenzéki pártok, az ellenzéki összefogás az valahol nagyon elszámolta magát, olyan értelemben, hogy nem csak matematikailag, de, de ők valahol azt gondolták, hogy felrúghatják a politikának azt az alapszabályt, hogy legalábbis Magyarországon egy klasszikus alapszabály, hogy van egy jobb és egy baloldali térfél. Na most ezt nem lehet így, 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 így felrúgni, csak úgy szimplán. És amikor a jobbik átnyergelt a jobb pólusról a bal pólus irányába, akkor azt gondolták, hogy a választóik is követni fogják. Csak most azért egy ilyen nagyon egyszerű példával élve, foci csapatok rajongóik szokták elhagyni a csapatokért való szurkolást, azért mert elveszítenek egy meccset. Na most akkor képzeljünk, képzeljük el azt, hogy politikai kérdésekben, amikor a választópolgároknak nagyon komoly identitásuk van egy-egy politikai párthoz, politikai értékrendhez kapcsolódva, nem, nem fognak csak így egyik pillanatról a másikra átnyergelni egy, egy olyan táborhoz, ami konkrétan szöges ellentétét képviseli az ő korábban vallott értékrendjüknek. Most ilyen értelemben ugye lényegében ezek a szavazók valahol elvesztették a politikai képviseleti szinten az identitásukat. Ezek a szavazók ott voltak valahol a, a kétségbe esettek között, hogy így fogalmazzak, mert egyszerűen nem találták azokat a, a politikusokat, akik ők, meg őket megfelelően tudták volna képviselni a politikai szintére. Tehát ilyen szempontból egy teljesen elhibázott stratégiát követett az ellenzéki összefogás. De én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ugye mit tehetett volna egyébként másképp, vagy, vagy mi lett volna a jó stratégiája. És az a helyzet, hogy én azt gondolom, ez egy nagyon nehéz megválaszolandó kérdés, abból kiindulva, hogy az, amit a nemzeti jobb oldal, a kormánypártok az elmúlt 10-12 évben csináltak, annak alternatívája nem, hogy belföldön nincsen, de Európai Uniós szinten sincsen, sőt, én megkockáztatom, hogy lassan világpolitikai szinten sincs. Tehát pontosan, amit az előző beszélgetésben is elhangzott, innen vesznek gazdaságpolitikai, családpolitikai, szociális, energiakérdésekben mintákat a, 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 az idegen országok, tehát a nemzetközi szintéren. Na most ebben a helyzetben azt kell mondjam, hogy ugye a kormánypártok követtek egy olyan elképzelést, hogy válsághelyzetben ugye az volt a minimum program, hogy megvédik a pozíciójukat. Na most ugye erre emeltek tétet. Na most a, az ellenzéki oldalnak az lett volna talán a nyerő stratégiája, hogy így fogalmazzak, hogy, hogy elfogadja alaptétként, tartja a tétet, amit a kormánypártok az elmúlt 10-12 évben letettek az asztalra, és emel rajtuk. Licitálási versenyben megy, hogy így fogalmazok, csak az a helyzet, hogy az ellenzéki oldalon a minimum, az elszükséges minimum követelményeket sem teljesítették, ami azt jelenti, Például, hogy nem árulják el a hazájukat a nemzetközi szintéren. Tehát ezzel nem tudnak azonosulni a magyar állampolgárok, akik sok év történelem során kivívták maguknak a szuverenitásukat, a szabadságukat, és ma tényleg azt kell mondjuk, hogy lassan példátlan módon tudnak itt kelet-közép-európai térségben élni. Miközben egyetértek Petrával, ebből számomra nem következik az, hogy bármelyik pillanatban nem lehetne megverni a Fidesz kormányt. Azért a verseny helyzet az azt jelenti, hogy fogadjuk el, hogy a, magyar választó az volatilis, és bármikor alakulhat olyan helyzet, egy Fidesz kormány elkövet, által elkövetett hibával, vagy egy egy sokkal józanabb, eszére hallgató ellenzékkel, hogy fordít ezen az álláson. A kérdésben egy olyasmit is felfedezni véltem, hogy mi lett volna az a struktúra, amivel neki lendülhetett volna az ellenzék. Itt egymás között vagyunk, vagy sajtónyilvános? Nem tudom, a jó politikai elemzéshez kell egy adag fantázia. Lehet, hogy sajtót még nyomokban tartalmazunk, úgyhogy... Jó, most megnyitom meg egy kicsit a fantáziámat, nehéz igazolni ezt, de szerintem ez az egész közös lista, ez Gyurcsány Ferencnek volt a hatalmas és nagyon ravasz stratégiája. Ha összeadják azt, hogy Gyurcsány Ferenc hogy élte túl a saját politikai válságát, minden választáson egy újabb elérhető célt megfogalmazva maga számára, a tízes túlélés, a 14-es önálló pártiság, a 18-as önálló frakció, és most pedig az volt számára a stratégiai cél, hogy ne jöjjön létre egy gyurcsány ellenes baloldal, baloldali többség. Azaz mindenáron meg kellett akadályozni, hogy komoly versenytársa legyen a baloldali térfélen. Ha fölidézik, még egy évvel ezelőtt is arról ment a párbeszéd a valóban beszűkült ellenzéki nyilvánosságban, és színvonalát veszített ellenzéki nyilvánosságban, hogy meg, meg kéne fontolni azt, hogy két ellenzéki lista legyen. Ez lett volna az abszolút vég Gyurcsány Ferenc számára, ha neki, mint Gyurcsányosista baloldalnak, egy Gyurcsány ellenes baloldallal kellett volna mérkőzni azt a mivel tartósan népszerűtlen, elveszítette volna. A közös lista mindent elfedő fátyla alatt viszont, ha megnézik a statisztikát, gyönyörű győzelmet alatt aratott Gyurcsány Ferenc. Miközben a közös lista veszített, ekközben ő győzött. A, ugye a 9-ről 16-ra tudta növelni a mandátumainak a számát, az egyedülálló győztese ennek a választásnak. Persze a Momentum is e, relatív győztes, mert 0-ról 11-re tudta e, növelni. E, tehát a Momentum lesz az etéren a nagy ellenfele, de túlélte ezt a választást, és legközelebb már neki tud futni úgy is Gyurcsány Ferenc a következő választásnak, hogy két lista legyen mert ezt a négy évet ő arra fogja használni, hogy egy baloldali gyűjtőpártot felépítsen, gyökere tereszen, szervezettségi szintjét meg tudja növelni, és akkor már belemegy abba a versenybe, hogy a gyurcsány ellenes és a gyurcsányista baloldal mérkőzése legyen két listával, amit még 22-ben minden áron el akart kerülni, mert az bukással végződött volna számára. Tehát egyetértek, nagyon komoly a szellemi, kulturális, gazdasági, Stratégiai előnye a Fidesznek, de vigyázzunk, mert a politika az olyan, hogy bármelyik pillanatban átalakulhat a helyzet pontosan ezt akartam megkérdezni, mert azt a kérdést nem lövöm el, mert mind a hármunkat megkérdeztek az elmúlt, most már másfél hétben szerintem többször is, hogy számítottunk erre az eredményre, szerintem Ágoston különösen megkérdezték, hogy számított -e erre az eredményre. Ami viszont engem sokkal jobban érdekelne az az, hogy ez most egy pillanatkép, amit látunk, fenntartható-e ez, vagy pedig ez változik pillanatról pillanatra, mind a két oldal esetében egyébként érdekelne a véleményetek. Én egy könyvet hoznék ide, így, hogy is mondjam, gondolatébresztőként. Ferrero olasz író volt, aki a Hatalom című könyvében a legitimitásnak a kérdéskörét járja körbe, és lényegben azt vizsgálja, hogy hogyan tud egyik pillanatról a másikra megdölni a legitimitásai politikai vezetősének. ezt birodalmakra visszavezetve, pártokra levetítve, stb. Tehát elég hosszasan vizsgálja a történelem során. És ugye azt kell mondjuk, hogy valójában egy politikai vezetőségnek a hatalom megőrzéséhez ugye elsősorban a legitimitás az, ami, ami a nélkülözhetetlen láthatat, láthatatlan erő. A legitimitás ugye az, ami által lényegében a, a választópolgárok, az állampolgárok és választópolgárok ő, ő köztük nap mint nap mérlegre teszik azt, mert a, a legitimitás nap mint nap mérlegre kerül a választópolgárok fejében, hogy előnyük vagy hátrányuk származik-e abból, hogy az adott politikai vezetőség van az országuknak a, az élén. Na most ugye ebből adódik az, hogy külön választódik az, hogy van egy legitim kormány, vagy legitim köztársaság elnök mondjuk más országokban, mint politikai vezető, illetve van-e mögötte társadalmi legitimitás. És én azt gondolom, hogy olyan értelemben, bár én nagyon óva szoktam inteni attól, hogy, hogy pillanat képekre Hagyatkozzunk, és én sokkal inkább a tendenciákat szeretem vizsgálni, mert azok tudnak előremutatni, bár abba se szabad belefutni, abba a hibába se szabad belefutni, hogy abból vonunk le messze menő következtetéseket, mert nyilván a tendenciák csak abból építkezhetnek, amit már ismerünk, de nem számítunk a váratlan fordulatokra. De valójában azért egy, egy ütemet, egy, egy rövidebb, középtávú, ívet, azt mindenképpen felrajzolhatunk, mind politikai, mint gazdasági értelemben, a tendenciákat vizsgálunk. És az elmúlt 10-12 évben egy másik könyvnek a címével élve, és mit már ilyenek egy remek könyve, országból hazát épített a fidesz KDMP kormány az elmúlt 10-12 évben. És ugye, ha ízlegetjük azért ennek a a, a, a szavait, azt, hogy ország és haza. Ugye az ország szintén egy szép szó, de azért általában a fizikai adottságai ...ra gondolunk elsősorban azok határozzák meg azok, amik úgy, úgy definiálják az országot önmagában. A haza az már sokkal inkább egy, egy érzelemből, ér, érzelmi, érzelmekle alapuló fogalom. És ez az, amit én úgy gondolok, hogy, hogy nagyon jól meg tudott fogni a, a, a kormány és az elmúlt 10-12 évben, és tudatosan építve, Együttműködve a magyar állampolgárokkal és választópolgárokkal együtt építették azt, amit, amit ma hazának tudnak hívni a, a magyarok. És ez nagyon-nagyon ritka, még egyszer visszautalva itt a nemzetközi történésekre, politikai helyzetképekre, nem láthatunk ilyet jelen pillanatban, legalábbis Európában semmiféleképpen sem. Tehát ha megnézzük azt, hogy milyen támogatottsággal vannak jelen Európában politikai vezetők, hát egyedül Máltán van azt hiszem egy magasabb támogatottsága a kormánypárnak, az összes többi Európai Uniós tagállamban kormánykoalícióknak nincsen ekkora támogatás, támogatottságuk együttesen, messze egy, nincsen ekkora támogatottságuk, mint a magyar kormánynak. Na most én azt gondolom, hogy ez, ez nem egy, csupán egy pillanatkép, bár még egyszer mondom, én, én óva intik a pillanatképektől, illetve a hosszú távú tendenciákra való következtetésre, következtetéstől is. Az ellenzéki térfére vonatkozóan pedig hát szintén nehéz megválaszolni igazából a kérdést, mert azt láthatjuk, hogy ők nagyon hosszú ideje egy nagyon komoly gondolathiányban és cselekvésképtelenségben szenvednek. Tehát messze visszamenve az elmúlt egy évtizedben azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen külső segítség nélkül semmi esélyük nem volt egyáltalán bármilyen kisebb-nagyobb üzenetet közvetíteni a, a választópolgáraik ö, számára, vagy, vagy valami megmozdulást elérniük. Mindegyikhez nagyon komoly nemzetközi ö, támogatást kaptak, mind politikai szintéren, mind pedig finanszírozási szintéren. Na most ebből adódóan én szintén azt tudom mondani, hogy ez azért több, mint egy adott poli, ö, pillanatkép. Ágoston, a kérdés ugyanaz lenne, hogy a következő speciális kérdés az az lenne, hogy van -e esetleg már mérésetek a választásokat követően, hogy most hogy áll? Van, bár ezt publikáltuk még teljesen, és ezért, ezért csak azt a finom kis részletet idézném belőle, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy ugye legyünk őszinték, a, a túlnyomó többséget meglepte a két harmadén. Találkoztam április harmadika óta olyanokkal, akik április harmadika óta azt mondják, hogy ők mindig azt mondták, hogy kétharmaddal fog győzni a Fidesz, de április harmadika előtt kevesebb ilyen emberrel találkoztam. Az egészen biztosan kijelenthető. És ennek ellenére megkérdeztük a közvélemény kutatóként azt, hogy megbánta-e valaki az eredmény tükrében megváltoztatná a szavazatát. És nagyjából 2-3 az a választóknak, aki azt mondja, hogy megváltoztatná a szavazatát. Tehát az a belvárosi tézis, hogy a, a kétharmadot azért nem akarták a, a szavazók, ez nem igaz konkrétan. Tehát a, ma az a választóknak az alap attitűdje, hogy örülnek ennek a választási eredménynek, ennek a világos felhatalmazásnak, stabil kormányzásnak, és örülnek annak, hogy ennek az ellenzéknek nincs lehetősége megvétózni a kormány döntéseit, vagy nem tudja megzsarolni a, a kormányt, hogy bizonyos kérdésekbe engedje, mert a kétharmad az azt jelenti, hogy hogy egymagában a teljes felelősséget magára húzva dönteni tud a kormány oldal. Szóval szerintem a választás után ez látható. Természetesen van egy győztes húzás elmélet, de még egyébként ez sem működik olyan iszonyatos mértékben, tehát néhány századék ponttal lehet magasabb értéket látni, mint ami a, a valóság volt. Mennyire hosszú ez a, a, az állapot és mennyire pillanatfelvétel? Egy hét után azt tudom mondani, hogy nem pillanatfelvétel, rövid filmnek már biztosan. Mondható. De szerintem, ha, ha a, egészen biztosan nagyon sok tényező eredménye lett az, hogy ilyen világos győzelmet aratott a Fidesz, megpróbáltuk már itt pedzegetni az okokat, én egyet emelnék ki ezek közül, vagy kettőt, ami összefügg. A, a, szerintem a Fidesznek egy hatalmas előnye volt az egysége. Egy nagyon jól szervezett párt, belső feszültségek nélkül fordult rá erre a, a kampányra, és ezzel a, a, teljes ellentétét tudta mutatni a, a baloldali összefogásnak, ahol ugye kilógott a lólap, hogy ezek még kényszerből sem tudják szeretni egymást. E, és Márki Zaj Péternek a, hogy is mondják udvariasan, a e, őrült beszédét, azt, a, a sok, a, sok baloldali politikus számára is láthatóan fizikális és szellemi kihívást jelentett, hogy a, a arcizmai azok rendületlenül kövessék végig a kis előadásait. Azt hiszem, egyébként majd egyszer lehet egy versenyt hirdetni arról, hogy kinek mi volt a kedvenc Márkizai idézete. nekem egy ilyen intellektuális idézet egyelőre a kedvencem, amivel itt valahol a választási kampány végén azt mondta, hogy ő ugyanazt csinálná, mint Orbán Viktor. Ezen annyit gondolkodtam, hogy egy ellenzéki politikus, hozzátette még, hogy csak nem hazudna, de egy ellenzéki politikus ezzel a harci kiáltással vonul a, a csatába, hogy szavazatok rám, mert ugyanazt csinálom, mint Orbán Viktor. Az a, a teljes, hogy mondjam, szellemi kifáradás jele a, a kampányban. De amit mondani akarok, a Fidesz egységes volt és jól szervezett, az ellenzék megosztott, és a Fidesz egységének és jól szervezettségének az áloga Orbán Viktor volt. Ezt a választást a nagyon sok tényező mellett, Orbán Viktor nyerte meg a Fidesznek. Azok a számok, amiket láttunk, és szerintem sokan megdöbbentünk a választás végeredmény kapcsán, az kísértetiesen emlékeztet a miniszterelnök választásadataira. Ezért a válaszom a hosszú távúságra az, hogy amíg Orbán Viktor a Fidesz vezetője, addig igen komoly esélye van a Fidesznek ezen tábor megőrzésére. Persze rengeteg kihívás érén nemzetközileg, gazdaságilag, be a politikailag, ne legyen illúziónk, 14-ben az internetadó ellen volt ellenzéki tüntetés, 18-ban a munkatörvénykönyveinek módosításán annyira felháborodott Hatházi Ákos, ugye, hogy bemászott a közmédia stúdiójába, ilyen pókként, tehát meg sokan ugye az ajtókat ostromolták, tehát az, az az energia most is meg lesz az ellenzékben, lesz tiltakozás, de Orbán Viktornak mindig sikerült egy alkalmazkodó politikát folytatnia, és az ilyen típusú kihívásokra megtalálni azt a választ, ami a társadalmi feszültséget csillapította. Egyrészt, másrészt egy nagyon komoly politikai közösséget épített föl, ami egy egységes politikai közösség. Harmadrészt azért tegyük hozzá, hogy gazdaságilag is egy rendkívül sikeres kormányzás volt, az életszínvonal növekedése és az életszínvonal növekedésének az élménye a társadalom túlnyomó rétegében benne volt. Ezért rövid válaszom az, hogy amíg Orbán Viktornak ez az alkalmazkodó képessége megmarad, és ez az Európa szerte egyedülálló népszerűsége, 60%-os támogatottsága van. Tehát nem az a helyzet, hogy olyanok is szavaznak a Fideszre, akik nem szeretik Orbán Viktort, hanem bizony vannak olyanok, akik ugyan nagyon szeretik Orbán Viktort, de végül nem szavaznak a Fideszre. Tehát még tartaléka is van, úgymond a Fidesznek, amíg ez a ez az Orbán Viktori politika és ez a népszerűség megmarad addig a Fidesz tartós berendezkedésére és kormányzati, ismételt kormányzati felhatalmazására minden esély megvan. Batyány Lajos Alapítványnak a rendezvényeihez híven mindenképpen szeretnénk majd lehetőséget biztosítani a kérdések feltételére, úgyhogy megint csak minden, felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy készüljön és gondolkodjon, és hát nem is akarom senkit sem befolyásolni, de nyilván fogunk beszélni arról, mi történt, vagy mi volt eddig című kérdésekről, viszont engem egy picit az érdekelne, hogy mi lesz, a Tenném fel úgy a kérdést, hogy mik a lehetőségei a kormánypártnak, illetve az ellenzéknek, de hát ugye a kormánypártnak a lehetőségei az majdnem szinte korlátlanok ebben a helyzetben, akkor inkább úgy kérdezem tőletek, hogy mik a kormánynak a feladatai, a célkitűzései a következő időszakban, mik lehetnek, illetve az ellenzéknek, mit lehetnek a lehetőségei. Én semmiképpen sem szeretem ezt a kifejezést használni, hogy korlátlanok lennének a lehetőségei a kormánypártoknak. Pontosan azért nem, mert de itt most van egy olyan rendkívüli helyzet a szomszédunkban az ukrán konfliktus, ami nagyon komoly gazdasági, biztonságpolitikai kérdéseket fog felvetni, tehát véletlenül sem lehet. Ilyen tetszéklássék intézkedéseket hozni, vagy felelőtlenül lépéseket tenni. Ilyen értelemben értem azt, hogy igenis vannak korlátok, és, és nagyon ébernek kell lenni. Nem véletlen az sem, hogy én úgy gondolom visszacsatolva az, hogy hol is bukhatott meg az ellenzék összefogásnak a stratégiája, hogy következetlenül léptek fel ebben a hát, lényegben egzisztenciális kérdésben. Ö, másfelől azért sem, és itt, az, itt félig meddig választ adnék arra is, hogy mik a lehetőségei az ellenzéki ö, pártoknak. Azért sincs korlátlan lehetősége a kormánypártoknak, mert igenis Magyarországnak és a magyar kormánynak is, az országgyűlésnek szintúgy szüksége van egyébként egy olyan ellenzékre, amely építőleg hat a kormányra, is, amely ösztönzi arra, hogy jobban és jobban teljesítsen az olyan kulcsfontosságú kérdésekben, amelyek a magyar állampolgároknak az érdekeit szolgálják. Ez, ez egész Magyarországnak az érdeke lenne. Csak az a probléma, hogy ugye. A jelenlegi állapotában az ellenzéki pártok sajnos nincsenek ebben a fázisban, hogy így, így álljanak hozzá, már csak hogy egy telex cikket idézzek már április 7-éről. Ez volt a címe, hogy az ellenzéki képviselők felveszik a mandátumokat a parlamentben, csak még nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Na most én azt gondolom, hogy ez mindent elárul arról, hogy sem a belpolitikai szintéren nem, nincsenek még abban a, a, az állapotban, hogy, hogy ezt a feladatukat, mert ez nekik feladatuk lenne ellenzéként, hogy ösztönzőleg hassanak a magyar kormányra és dolgozzanak Magyarország jövőjéért, nem tudják el ellátni. Másfelől az is bizonyosságot nyert, hogy ők képtelenek lennének egy válsághelyzetet kezelni, hogyha mondjuk adott esetben az ukrán konfliktus eszkalálódna Ukrajnán kívülre is. Tehát, hogy a parlamentben, a saját országgyűlésünkben nem tudják azt, hogy mit kezdjenek a saját mandátumokkal, amivel egyébként választópolgárok ruházták fel őket, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy mit tettek volna egy, egy háborús helyzetben. Persze azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy az ellenzéki oldalon jóval nagyobb szervilitás mutatkozik arra, hogy, hogy eleget tegyenek az olyan nemzetközi, vagy adott esetben Ukrajnából érkező kéréseknek, amelyek nagy eséllyel tudnák belesodorni Magyarországot katonai konfliktusba, de, de láthatóan nem, nem, tehát önálló gondolataik, megint azt kell mondjam, hogy ebből is látszik, hogy nincsenek. Nem, nem nincsenek egyelőre abban a, az állapotban, hogy, hogy tevőlegesen fel tudjanak, cselekvő képességet tudjanak mutatni a magyar belpolitikában, illetve magyar külpolitikában. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, hogy egy kicsit összeszedjék magukat együtt külön, ez nyilván az ő döntésük lesz, mérlegelniük kell, hogy akkor így hogyan tovább, de, de nekik ez, ezt a lehetőséget azt kell mondjam, hogy a túlélésük szempontjából mindenképpen meg kell ragadniuk. A kormánypártoknak meg úgy gondolom, hogy az a, inkább most feladataik vannak, mint, mint lehetőségeik, bár csak azt lehetne mondani, hogy, most korlátlanul lehet dolgozni úgy, ahogy, ahogy, ezt szeretnék a magyar állampolgároknak az érdekéért, de, de sajnos most vannak olyan adottságok, olyan körülmények, amelyek most mindenkit arra fognak hát, kérni, ösztönözni, hogy, hogy igenis ilyen értelemben önuralmat gyakoroljunk, és, és éberen, éberen hozzunk meg megfelelő döntéseket. Dolgozni lehet korlátlanul a magyar állampolgárokért, és kell is majd. Mert szerintem, amikor azt mondtuk sokan, hogy a háború és a béke kérdése volt talán az egyik legfontosabb ebben a választási kampányban, akkor nem csak a fizikális háborúra gondolunk, hanem a háború következményeire is, ami ennek a ciklusnak a kulcskérdése lesz. Tehát gondoljanak bele abba, hogy a magyar gazdaság kulcs szereplői, mondjuk a három legnagyobb tőzsdei cég, OTP, MOL, Richter, mind a három nagyon komoly uh, orosz kitettséggel rendelkezik. Uh, orosz uh, kőolajból dolgozik a MOL, Oroszországban volt, Szovjetunió piacain adja el még a Richter mindig a, a gyógyszereinek a nagy részét, és az OTP-ről ugye megtudtuk, hogy az ötöde a, a nyereségnek uh, az Oroszországban és Ukrajnából származik. És akkor csak három vállalatot említettem, makrogazdasági szinten az energiaárak elszállása, a nemzetközi nyomás, ami Magyarországra helyeződik, azért gondoljanak abba is tényleg bele, csak egy pillanatra, hogy milyen nehéz miniszterelnöknek lenni, amikor a lengyel barátaival találkozik az ember mostanság, és hogy mondjam, ugye kicsit vakarja a fejét, hogy ezekkel mi van. Vagy amikor Szlovákiából, ugye a hétvégén a parlamenti től egy provokáció érkezik, ekkor megőrizni, ez provokáció volt, semmi több, egy olcsó politikai trükk, de ekkor megőrizni a józanságát egy, egy országvezetőnek, egy kormányfőnek, az azt szerintem rendkívül nehéz, és nagyon komoly érdeme. És ezt akarom összekötve mondani, hogy nem csak a háború és béke kérdése miatt szavaztak bizalmat, szerintem ilyen sokan a Fidesznek, hanem érezték, hogy a háború következményeiben még annyira szükség lesz tapasztalatra, józanságra, bölcsességre, és úgy érezték nagyon sokan, 2,8 millióan belföldön, 3 millióan az egész nagyvilágban magyarok, hogy ez Orbán Viktor 12 éve zálog erre, hogy ő egyrészt a nehéz helyzetben gazdasági növekedést tud hozni, és olcsó provokációknak nem ül föl, és nem engedi, hogy az érzelmei diktálják a politikai döntéseit, hanem egy ózan megfontoltság jellemzi, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ő nyerte meg ezt a választást a Nehéz évek előtt állunk, szóval senkinek ne legyen illúziója. Még egyszer végre kell hajtani azt a hatalmas trükköt, ami 2010 után Orbán Viktornak sikerült. A hatalmas trükk az úgy nézett ki, hogy a nehézségekből előnyt kovácsolunk. És amikor a legnehezebb, akkor határozott látványos intézkedésekkel, egy kulcsos adótól kezdve a nemzeti, nemzetgazdaság építése és a nemzeti tőkének a megerősítése, az állami források, transzferek irányba állítása, ebből egy növekvő és megerősödő gazdaság legyen 5-6 évvel később. Ezt a trükköt kell majd valószínűleg most 22 után végrehajtani, és közben drukkolni azért, hogy a közvetlen fenyegetés a háború mielőbb véget érjen, mert az nap nap után nagyon-nagyon komoly forrásokat von el. Az ellenzéki oldalon szerintem egy hatalmas versengés fog megindulni, ha a racionalitás fogja őket jellemezni, és Petra utalt rá, hogy ez azért nem biztos, ha a racionalitás jellemzi őket, akkor 24 májusáig tart ez a versengés. Ugye a 24 májusában pont a előttünk álló négy éves ciklusnak a közepén LP választás lesz, ami azt jelenti, hogy minden kis párt el, el tud indulni, egyfajta selejtezője lesz ez a, az ellenzéki oldalnak. 5%-os küszöböt, aki átlépi, az, az, megmarad az európai szintéren. Én arra számítok, hogy ezért 24 májusáig, illetve taktikusan 24 elejére kell, hogy kiforogja magát az ellenzék abba az új struktúrába, amit tesztelni akar majd 24 májusába. És ráadásul 24 májusát követően ugye 24 októberében önkormányzati választás is lesz. Tehát ha esetleg ismernek olyan főpolgármestert, aki egyre kényelmetlenebbül érzi magát a pozíciójába, és még az angol tudását bővíteni szeretné egy brüsszeli karrierrel, akkor előfordulhat, hogy 24 májusában ő inkább kikéreckedik Brüsszelbe. Ilyen, ilyen, kérdések is átölhetnek szerintem 24 elejére, de el fog dőlni az is, hogy két lista lesz a baloldalon, ahogy mondtam, egy gyurcsánypárt és egy gyurcsány kritikus baloldal, vagy ennél töretezettebb párstruktúrával fordulnak neki. Szerintem következő hónapokban a jobb oldal felül úgy fog tűnni, hogy hatalmas válságban van a baloldal, és egészen mély pontjára fog süllyedni. De mondom még egyszer, senki ne gondolja azt, hogy ez a végső állapota a baloldalnak. A demokrácia logikájából következik, hogy meg fogják magukat szervezni. Megérkeztünk a nemzetközi vizekre, és hát itt még egy-egy rövid választ szeretnék kérni egy nagyon nehéz kérdésre. Méghozzá arra, hogy mi lesz nemzetközi szinten, hogyha néztük a híreket, akkor azért az, az jött át a választás követően, hogy beindult egy alternatív valóságértelmezés, vagy alternatív valóságnak a felépítése a magyar választások, illetve rögtön Magyarország. Ugye rögtön próbálták már a választások előtt az hasonlóan abba a kontextusba helyezni, hogy akkor na hát akkor Orbán Viktor nyert, és hát akkor az azt jelenti, hogy akkor Oroszországnak milyen jó lesz, mert az Európai Unió, nem fog újabb szankciókat elfogadni. Hogyha megnézzük az elmúlt napokban, az osztrák kancellár tette egy látogatást Kijevben, és hát ugye elmondta, hogy minden módon támogatják Ukrajnát, elmondta azt, hogy a ez humanitárius, azért ezt tegyük hozzá, elmondta, hogy Ukrajna mellett állnak, majd a következő mondattal elmondta azt, hogy nem támogatják a gáz a bevezetését. Őt mégis pajzsra emelték, őt mégis megünnepelték, hogy milyen fantasztikus politikus, és mennyire nagy barátja Ukrajnának, szemben a magyar miniszterelnökkel, aki gyakorlatilag tartalmilag ugyanezt az álláspontot képviseli kérdés, hogy milyenek az oka, ha jól értem? Részben, illetve az, hogy mi, mi várható európai szinten ilyen a kérdést, az elejébe rejtettem el a hosszú <laughs> Hát szerintem csak fokozódni fognak ezek a jellegű támadások. Én szeretem egy kicsit ilyen speciális szempontból nézni ezt a kelet-közép-európai térséget, ilyen geopolitikai szempontokból igazából, és aztán levezetve a politikai vetületekre. Halford McKinder volt egy brit politikus, egyébként a geopolitikának az egyik ősatja, aki magterületként azonosította ezt a kelet-közép-európai térséget, mert azt gondolta, hogy itt vannak olyan kulcsfontosságú területek, poten kulcsfontosságú potenciál, amely geopolitikai szempontból is jelentős lehet. Ő úgy fogalmazott akkor, hogy aki uralja a kelet-közép-európai térséget, az uralja a magterületet, aki uralja a magterületet, az uralja a világkontinást, ergo Eurázsiát. Aki uralja a világkontinánst, az uralja a világot. Na most ugye ez azért leírja azt, hogy ennek a térségnek itt nagyon-nagyon itt nagy jelentősége van a nagyhatalmi játszmákban, és ezt azért mi az el, a történelem során is, de most aztán pláne érzékelhetjük. E, ilyen értelemben pedig, ha egy kicsit elkezdjük levetíteni, akkor az Európai Unió, vagy Európai Kontinens keretében ezt a, ezt a kérdést, akkor nyilvánvalóan láthatjuk azt, hogy mi is tagjai vagyunk, a nyugati országok pláne, az olyan nyugati integrációs szervezeteknek, mint a maga az Európai Unió közössége, illetve ugye a NATO-nak a, a közössége is. De ezek a... Az intézmények, és itt inkább az Európai Uniót helyezném most, mert nyilván a NATO-nál is ez jelentkezik, de ott az most egy másik biztonságpolitikai kérdésekre vagy vizekre evezne bennünket. Maradva az Európai Uniónál egyre inkább érződik Amerikának a hatása, az a fajta amerikanizáció, ami így beszivárog az európai mindennapokba. És lényegében ők azáltal, hogy szivárognak be, ugye próbálják meg ezt a területet is ilyen módon ugye magukévá tenni, kulturálisan, mert azért most ilyen könyveket tudok itt halmozni, a Fergusonnak volt a Tér és a Torony című könyve, ami szintén ugye megvilágítja azt, hogy, hogy ma már nagyon sokszor nem feltétlen a, a vertikális módon tudják megnyerni az embereket, befolyást gyakorolni rájuk, hanem sokkal inkább a vertikális útvonalon, a kulturális szintéren, és ezt azért nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy az amerikanizáció az hogyan szivárok be a mindennapjainkban, ugye a médián keresztül, a kulturális kérdéseken, területeken keresztül, és így tovább. És tulajdonképpen ezt a játszmát vívják. Na most azért ezen túlmenően láthattuk azt is, hogy itt az elmúlt időszakban egy kicsit, Kiszélesítve ezt a, ezt a térséget, de nem túlságosan a balt és a Fekete-tenger közötti ö, térségre. Ott láthattuk, hogy az elmúlt időszakban azért nem kevés színes forradalom, úgymond demokratikus megmozdulás forradalom ütötte fel a fejét, ahol elérték azt, hogy igenis kormányváltások tudtak végbe menni, és olyan kormányok tudtak ö, helyet kapni ezekben az országokban, vagy az országok élére kerülni, amelyek kifejezetten és egyértelműen ugye a nyugati ö, ö, álláspontnak. Ö, és ezen belül is ugye a nyugati liberális álláspontnak feleltethetőek meg. Na most egészen addig, amíg Magyarország, vagy adott esetben Lengyelország, vagy ennek a térségnek bármely más országa ilyen határozottsággal és következetesen lép fel ezekkel a mainstream liberális vonulatokkal szemben, addig nem számíthat másra, csak és kizárólag támadásokra. És ennek minden lehetséges eszközét meg fogják ragadni, hogy már pedig részt találjanak a pajzson, és, és meg tudják ezt a fajta ö, tömböt, vagy vagy legitimitást igazából visszautalnék inkább talán erre, mert ez az, ami a, a támaszát adja ennek a fajta nemzeti szuverén politikának. Mert most csak ha az Európai Unióból hozunk egy másik példát, a jogállamisági mechanizmus. Én mindig azon túlmenően, hogy ugye egyáltalán az érvek miért, hogyan kérdéseit elkezdenénk ö, ö, feszegetni, a mechanizmusnak a, a, a lét, létét szoktam megkérdőjelezni. Tehát miért jött létre ez a jogállamisági mechanizmus? Ez egy mesterségesen létrehozott politikai eszköz. Hát ugyanis, ha ez a jogállamisági mechanizmus az Európai Uniónak a gazdasági érdekeit szolgálná, már pedig elvileg arra hivatott létrejönni, hogy a a az Európai Uniónak a költségvetése megfelelően és hatékonyan korrekt módon, módon legyen felhasználva az Európai Unió gazdasági érdekeinek megfelelően, akkor ha ebben a kérdéskörben nézeteltérések vagy valami problémák adódnak, akkor ott van az OLAF ami ugye a csalások és pénzügyi visszaéléseknek a, a szervezete, akkor ott van a, a pénzügyi biztos az Európai Bizottságon belül, akinek szintén felelőssége és kötelessége biztosítani azokat a feltételeket, amelyek az európai költségvetésnek a, még egyszer hangsúlyoznám, megfelelő hatékony felhasználását teszik lehetővé, vagy ott van az Európai Unió Bírósága amely arra hivatott elvileg, hogy igazságot szolgáltasson a vitás kérdésekben, így a gazdasági kérdésekben is. Tehát Ergo, én nem egészen értem, hogy most akkor ezek az intézetek, szervek, személyek az uniós szintéren Haszontalanok? Vagy, vagy mire? Tehát akkor nem nem értem a létét, a, a lét kérdését tenném fel igazából a jogállamisági mechanizmusnak. De ugye erre egyszerű a válasz. A jogállamisági mechanizmus nem szolgál semmi másra, csak hogy megkerüljék az uniós szerződésekben lefektetett szabályoknak, elj szabályokat, eljárásokat, és ezáltal kényszerítsék rá az akaratukat azokra a tagállamokra, akik ugye. Mint említettem, egy szuverén álláspontot képviselnek és szemben mennek az ő mainstream álláspontjukkal. Tehát ez nem a jogállamiságnak, nem a gazdasági ö, ö, körülményeknek a megfelelő ö, körülményeknek a biztosításának az eszköze, hanem a központosításnak, egy kényszernek, a, a kényszerítésnek az eszköze, egy politikai kényszerítésnek az eszköze. Jogállamisági mechanizmusról hosszan tudnánk beszélni, én én hadd legyek egy kicsit uh, ironikus. Amikor a jogállamisági mechanizmusról hallok, akkor úgy érzem, hogy már nagyon defenzívában van a liberális világ. Úgy látom, hogy itt vannak hosszú emlékezetű emberek is a terembe. ezért ők még emlékezhetnek, hogy a 90-es években ennek a helyén az volt, hogy csak a baloldalnak van szakértelme. És azzal támadták a jobbodat, hogy az kormányozni nem tud. Tehát szakértelem, ahhoz baloldalinak kell lenni. Kiderült, hogy tud kormányozni, ugye 2002-re ugyan elvesztette a jobbodal a választás, de azt azóta nem lehet megkérdőjelezni, hogy az ország irányításához értenek, 700%-os gazdasági növekedés lett a, a végén. Aztán jött a következő érv, hogy lehet, hogy tudnak kormányozni, de antiszemiták. <laughs> Utána kiderült, hogy a jobb oldal Izraelnek a legnagyobb szövetségese. Azért az antiszemitizmust ezután mondani, hogy az izraeli kormányfő meg az államfő jó barátja Orbán Viktornak, ugye kicsit hegyetlen kés. Ezután jött az, hogy... Jó, jó, nem antiszemiták, de pénzügyi stabilitást nem tudnak tartani, mert ezek populisták, és elköltik a világ összes pénzét. Erre találták ki a túlzott deficit eljárást Magyarországgal szemben. aztán kiderült, hogy a költségvetési fegyelmet is tudják tartani. Felháborító, ez sem működik. És 2013-ban meg kellett szüntetni a túlzott deficit eljárást. Következő reményforrás, mindegy, tudnak kormányozni, nem antiszemiták, költségvetési fegyelmek van, de a demokrácia az, az nem működik még egyszer ez az Orbán Viktor nem fog Magyarországon választást nyerni, mert a, a, nép nem akarja őt valójában, egy véletlen kisiklás volt 2010 is, majd ugye itt ülünk 2022-ben a negyedik kétharmadnál, és látjuk, hogy a demokrácia kapcsán sem lehet fogást találni Orbán Viktoron. Na és ezek után találták ki a jogállamiságot, amit maguk se tudnak definiálni. Az az, az a helyzet, hogy ha nem akarok ironikus lenni, az a jogállamisági mechanizmus nagy előnye, hogy mivel senki nem tudja, hogy mit jelent pontosan. Ezért megcáfolni se lehet. Az összes többi dolgot meg lehetett cáfolni, ez, ez így velünk fog maradni, de szerintem nem árt ez a ironikus távolságtartás az egészel. Egy apróságra hat hívjam fel a figyelmüket, amikor keretköltségvetési tárgyalások voltak 2020 végén az Európai Unióban. A, a legemlékezetesebb az volt, hogy a mark Rutte. Holland miniszterelnök és a magyar miniszterelnök között ott volt egy ilyen személyes feszültség is, a, ugye egy kicsit elharapozott a dolog, akkor azért, hogy Magyarország és Lengyelország ne vétózza meg a keretköltségvetést, Angela Merkel azt mondta, hogy ez a hetes cikke szerinti eljárás, ezt meg kéne szüntetni, ennek semmi értelme. 2020 végén volt ott, kiderült, hogy a hatalmas fogás a magyar kormányon, még a németek szerint is értelmetlen dolog. Ugye ez legyünk őszintén, ez nyilvánvaló. Tehát a hetes cikk szerinti eljárást, nem tudom, most már négy éve indították meg, és semmi, de semmi értelme nincs az egésznek. Amikor éppen pillanatnyi érdekük úgy tűnt, hogy ez fűződik, akkor meg is szüntették volna a legszívesebben. Ezért a, szerintem a, a, helyzet az az, hogy amint köttetik egy, egy, kompromisszum Nyugat-Európa és Közép-Európa között, abban a pillanatban a jogállamiságról is ki fog derülni, hogy semmi bajuk vele, mert ez egy álca volt, egy, egy nagy hazugság. És a jó hír is legyen a végén, ne csak irónia: ha Franciaországban bármi meglepő Macron elnök győz, ugye az ember úgy önmagában nem drukkal ennek, de ez tűnik most a reális forgatókönyvnek, és azt legkésőbb január óta látjuk, hogy a Macron elnök azért, hogy a történelmi könyvekbe beírja a saját nevét, ezért hajlandó a közép-európaiakkal együttműködni. És ennek részeként szerintem megvan az esély arra, nem akarok semmi kincstári optimizmust terjeszteni, de megvan az esély arra, hogy az ő újraválasztását követően valamikor a koronyáron egy, egy kompromisszum irányába elmegy Európa, és ezt a bugyuta, egymást kirekesztő, Európát megosztó és meggyengítő álságos jogállamisági mechanizmust talán le lehet zárni. Megígérni ezt nem tudom, csak egy kis optimizmus is hadd legyen benne. És Mielőtt bele mélyedünk a geopolitikai elemzésekbe, nincs túl sok időnk, ezért én még egy dolgot mondjak, hadd mondjak itt az osztrák kancellár kapcsán, amint szoktam töprengeni, és ez egy őszinte mondat lesz. Itt a jobb oldalon már a professzionális politikát megtanulták az országvezetők szerintem. Tudják, hogy mikor érdemes és mikor nem érdemes egy témáról beszélni. De a, a politikának azt a magaslatát, amit tudományosan úgy írnak le, hogy képmutatás, abban még nem vagyunk jók jobb oldalon. Tehát ez, amit az osztrák kancellár megcsinált, a képmutatásnak a magas iskolája. Hogy elmegyünk Ukrajnába, másnap kiutazunk Putyinhoz, könyörgünk Putyinak, hogy adjon olcsón gázt, mert egyébként erről szólt a találkozó. Putyin megmondta, hogy másfél óra után kirakta az osztrák kancellárt, hogy külön nem köt, Uh, és utána pedig az osztrák kancellár egy felháborodott sajtótájékoztatót adott arról, hogy ugyan nem látta senki, de ő nagyon beszólt Putyinak. Ő nagyon keményen megmondta Putyinak, hogy ez így nem mehet tovább. Uh, szóval ez a, ezt a képmutatást, ezt, ezt a magas iskoláját a képmutatásnak még a jobb oldal nem sajátította el, és őszinte nem tudom, hogy örülnék-e, ha el sajátítanánk. Valahogy mi itt, itt errefele egy ilyen őszintébb nép vagyunk szerintem, hogy vagy nem, nem tudjuk ezt a ezt a hamiságát a politikának alkalmazni, hanem azt gondolja és azt mondja a magyar kormányfő és a magyar kormánypárt politikusai, amit gondolnak helyesnek. Legfeljebb, mondom, azt tanultuk meg, hogy néhány kérdésben nem beszélünk, tehát nincsen közlési kényszere a magyar kormánynak, de hazudni és képmutatást alkalmazni nem tud.